Fáris, ne félj, az Úr jön már. Fáris, ne félj, hű szívvel várj. Fáris, ne félj, az Úr jön már. Fáris, ne félj, hű szívvel várj. Lásd a csodát, ma köztünk jár. Lásd a csodát, hisz csak rád vár. Tárd fel szíved valóságát. Tárd fel szíved, ő mindent lát. Mária Szent József, nagy útra indultak, Názáret városból, mikor elindultak, Betlehemhez értek, nagyon elfáradtak, a hideg időben szállást nem találtak. Sír a szűz Mária, szíve fájdalmával, hol fog megpihenni, sötét éjszakában. Ne sír, szűz Mária, én teremtőm anyja, velünk az ég és föld hatalmas királya. Betlehemnek népe miért olyan kőszívű, nem szánják Máriát, hogy úgy sír egyedül. A kőnél keményebb, annak a kell bele, aki a szűz anyát kizárja belőle. Ó, Betlehem kisvárosa, mi csendben fekszel ott, álomtalan mezőt felett a néma csillagok. De Zord utcádon tűnt fel örökké tartó fény. Ez éjszakán beteljesült benned minden remény. Ó, Betlehem szent gyermeke, hozzánk te szállj ma le. Vesd ki a bűnszüles ma meg, és lép be szívünkbe. Most is csend, mint az égi angyal kar énekel. Ó, jöjj hozzánk, velünk maradj, Úrunk Immanuel. Kedves szarvasiak, tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt ma este a negyedik Adventi gyertya meggyújtásának alkalmából, és köszönjük szépen a Szarvasi Férfi Kórusnak, hogy a hangulatunkat a hóesés mellett ezekkel a lélekmelegítő szép dallamokkal megalapozták. Engedjék meg nekem, hogy tisztelettel és szeretettel felkérjem Szarvasváros polgármesterét, Babák Mihály urat, köszöntse az egybegyűlteket a mai délután alkalmával. Öröm ismét itt lehetünk, bár a hó elindult, úgy gondolom, hogy talán némi remény van, hogy marad holnap szent estére is ebből a hóból. A gyerekek biztos nagyon várják, mint ahogy mi is. Ilyen tisztelt hölgyeim és ahogy kedves szarvasiak, az ünnep az a család ünnepe, a szent este. Meg szokott szólalni. Amikor nem élik, akkor bocsánatot kérek érte. Így van ez. Igen, a család ünnepe, még a szent családé, de a mi családjainké is, mert az egy nagyon fontos alapköve. Mint sokszor mondtuk már,
Egy városnak mindig alapköve a család. A család, a szűk közösség, a nagy közösség, a város. Tehát mi összetartozunk. Összetartozunk a Szent Családra, és összetartozunk mi magunk is, szarvasi polgárok. Legyen ez így sokáig, és ünnepeljük ennek a családnak az ünnepét. Szívünk melegével, szeretettel. A szeretet egy furcsa dolog, tudják. Ilyenkor mindig gondolunk erre, talán évközben kevésszer cselekedjük meg a szeretetet. De a szeretet furcsa dolog, nélkül nem lehet élni. Aki nem tud szeretet adni, az szegény ember marad. A lelkében marad szegény. Jó szeretni egymást, úgy, mint szarvasi polgárokat, és tisztelettel adózni, és tisztelettel megközelíteni, tisztelettel beszélni egymáshoz. Mert fontos ez, emberes vagyunk, és nem mindegy, hogy a hétköznapjainkat esetleg a szembenállás, a vita nem érgezze meg mindig. Vitatkozni persze szabad, mert miért kell mindig egy követ fújnunk, hisz másként üzeljük meg a dolgokat, de ilyenkor a vitának sincs sok helye már a szenteste közelettével. A reménység ünnepe is. Sok ünnepet ünnepelünk szentestén, a reménység ünnepét. Tudják, szokták mondani hétköznapi módon, hogy a remény hal meg utoljára. A remény nélkül nincs ember. Benne van a feladat, a cél, az elhatározás és a jó iránti elkötelezettség is. Reménykedünk abban, hogy a világ jó irányba fordul, hogy holnap tudunk gondoskodni a családunkról, az ételéről, az otthonáról, és a békességről. A békesség ünnepe is. Karácsonykor nincs helye a békétlenkedésnek. Sajnos a világban van békétlenség. Mert az emberek néha nagyon rossz tulajdonságot birtokolnak, ahelyett, hogy békességre törekednének, békétlenkednek. Sokszor mi magunk is egymással, ami szintén nem helyes, mert erőt veszel a békétlenség, vagy a harag is. Erőt veszel a cselekvéstől és a jó dolgoktól. Ezt szeretném mondani ezt is, hogy a hit ünnepe is. A hit ünnepe, mert Jézus eljövetele a megváltás reménységét hozza magával, és hitünk az mindig kell, hogy legyen. Ez nem biztos, hogy mindig ugyanaz a hit, és nem mindig ugyanabban hiszünk, de valahol a lelkünk mélyén el kell tudnunk fogadni azt, hogy van Teremtőnk, és van Jézus, aki megment minket a vétkeink alól. Az ember élete folyamán különböző mértékben éri meg a hitét, időskorával kicsit lecsendesedik és mélyebbé válik a hite. Ez természetes dolog. És alkalmas, mint hogyha valami nem sikerül az életünkben, akkor előfordul, hogy az hitünkben keresik a hibát. Nem. Bennünk van mindig a hiba. Azért, mert nem hiszünk elég mélyebb. Igen, ezt különböző módon volt alkalmunk megtapasztalni és megtanulni életünk során. Volt, mikor tiltották, és nagyon sok ismeret elmaradt a hittel kapcsolatban. Hát illik pótolni. Illik pótolunk, mert idősebb korunkra, ahogy őszül majd a hajunk, akkor rájövünk arra, hogy vannak nagyon-nagyon fontos dolgok az életünkben, amelyek nélkül nem lehet élni. A boldogság ünnepe is, mert egy családban ünnepelni az nagy boldogság. Mondja még az énekesnő is azt, hogy minden ember boldog akar lenni. Az örömnek egy magasabb szintű kifejezése a boldogság, amely egy időt is magába foglal, hisz egy ember jó, hogyha úgy hagyja álomra fejét, hogy megtette azt, amit szükséges volt, hasznosat cselekedett, és úgy érzi, hogy fontos volt az, amit tett. És boldog lesz. A boldogságnak rengeteg szöglete van. De mindannyian, ha ki sem mondjuk, a szívünk mélyén mindig vágyunk a boldogságra. Nagyon-nagyon emberi dolog, és ahhoz, hogy ez a boldogság megvalósuljon. Nagyon sok minden, mint mondtam, a béke, a szeretet, a hit, nagyon sok minden kell hozzá. És akkor egész életet élhetünk. Mert az ember úgy érzi, amikor boldog, hogy egész életet élt. És boldog életet élt. Nem jó boldogtalannak lenni.
Milyen tisztelt hölgyek, urak, kedves szarvasiak! Egy-két gondolatot felírtam magamnak, csak nehéz most elolvasni, és remélem, hogy körülbelül nagyjából el is mondtam, amit szerettem volna. De még egyre szeretném felírni a figyelmüket. Ajánlani bölcsességemből, ami nem biztos, hogy igaz, de a karácsony a Szenteste szóljon, ne csak az ajándékról, és ne csak mindarról, amit most mondtam, hanem arról, hogy egy kicsit elcsendesedünk és magunk is elgondolkodunk a világ folyásáról. Mondhatok valami figyelmességet, amit komolyan szánok magamnak és mindenki másnak, hogy a mai világban annyi mákony van, annyi félrevezetés, hazugság, mondhatnám azt is, hogy narkotikum, amely itt az interneten és mindenféle információkban, hírbe meggyökeredzik, hogy elveszi a figyelmünket mindazokra, amiről beszéltem. Mindenek alatt ne olvassunk híreket, Facebookot, világhálót, mert semmi értelme nincsen. Inkább magunkkal és a magunk boldogságával, a szeretetünkkel foglalatoskodjunk, és ne a világ nyűgével, bajával. Lesz még arra idő, következő évben. Azért, mert elveszi, alkalmasít a figyelmünket önön magukról, az önértékelésünktől. Tudják, úgy voltam én ezzel, hogy nagyanyám egyszer, mikor morogtam, neki azt mondta, hogy kisfiam, ha mindennel és mindenkivel bajod van, elsősorban magaddal van baj. Azért, mert nem vagy elégedett, nem tudsz örülni, és már csak a hibát és a rosszat látod. Nem szabad, mert a világ sokszor rossz, de rengeteg szép és jó dolog van benne. Többek között a hit, a bizakodás, a szeretet, a segítség, az öröm is sorolhatnám még. Legyen a Szenteste holnap. Ezekkel az örömökkel teli. És ha lehet, akkor csendesedjünk el, felejtsük el sérelmeinket. Igen, a sérelmek is furcsa dolgok, mert az igazság, hogy nagy erény a megbocsájtás. A Szentírás is írja. Nagyjámban volt a hitvitáim, és mondta azt neki, hogy mama, aki engem mesélt, nem tudom megbocsájtani neki. Az nem működik. Nem lennék őszinte. De kisfiam, bocsáss meg neki. Bocsáss meg, de azt nem írja a Szentírás, hogy felejtsd is el. De mindig ne hozd elő, mert azzal megint csak a békétlenséget volt növelni. Bocsáss meg. Nagy erény a megbocsájtás. Jézus is megbocsájt nekünk, és nagyon sokra értékelem katolikus testvéreinknek azt a szokását, amikor a szentmisén kezet fognak egymással. Legyen ma este is, és holnap este is. Itt ebben a városban konkrét vagy lelki kézfogásunk az ünnepre, és bocsássunk meg egymásnak. Igen, mert tételezzük fel azt, hogy jót akarunk. Ilyen tisztelt hölgyek, urak, kedves szarvasiak, fiatal barátaim, legyen szép a Szenteste, legyen békés, hálával telt, és kívánok önnek nem csak az ünnepekre, a következő mindennapjára sok jót, sok hasznos dolgot, mind amire az imént próbáltam gondolni, azokat szeretném, hogyha megélnénk együtt, békességben. A világháborgás mellett, ebben a városban, csendben, szeretetben és bölcsességben. Adja Jóste, kedves mindannyiunknak áldott karácsonyt, és engedjék meg, hogy szántam képviselőtestület, Dankó Béla országosi képviselő is, két ajándékot karácsonyra. Majd tavasszal birtokba vesszük. Bízom benne, hogy ezt az ajándékot ugyanolyan szeretettel fogadják, mint ahogy ezt elérünk. És ebben is meg lesz az, hogy valaki nem fog tetszeni, tehát az meg az ő baja. A közösségnek biztos, hogy örömére fog szolgálni. Örömöt okozni, örömöt szerezni sokunknak, másunknak, ez nagy feladat. Mindenki próbálkozzon meg vele. Ha Isten áldja meg kedves mindannyiukat, valami szép estét kívánok, és ne feledjék, holnap este, amikor csiringe a csengő, akkor eljön Jézus, megszületik, és nekünk békességünk lesz. Áldja jó Isten mindannyiukat, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. A rang hangja szóvaidon, mi értjük azt csak, hogy mit mond, szívünknek várakozása, Szent Ádrend szavá. Ha dobban a szív, a szeretet hív, a rang hangja száma
Fűre vidám ének, legszebb idején a télnek, az éjjelek rövidülnek, így él a remény. Ha dobban a szív, a szeretet hív, a rang hangja száma itthon, jöjj el karácsony. Amit orulja, csengetyű szól, itt van a karácsony. Szálasok hallam, hangosan halkan, az a karácsony. Ha körül állunk, tényeket látunk, sül a kalácson. Este az asztal, vár és marasztal, víg a családom. Minden perccel élményt szerzett, érzett száll a szív. Minden gondunk megoldódott, légy te is most nagyon boldog, amikor újra csengetyű szól, itt van a karácsony. Régi a dallam, sok fiatal van, ott a karácsony. Kis harang, nagy harang, ünnepet vár, lelkünkre most a szent béke száll. Családok, barátok, találkozás, ezüst fények és csillogás. Kis harang, nagy harang, ünnepet vár, játékos kedvünknek ideje jár. Táncol a gyertyalánk a szívünkre, száll a hóbehely. Tál a látvány, mint a márvány, jégen siklani. Tál az élet, új remények, száll a városra és a szép. Kis harang, nagy harang, ünnepet vár, lelkünkre most a szent béke száll. Családok, barátok, találkozás, ezüst fények és csillogás. Hulla hó, minden fehér, értem a szív szavát. Ami szép lehet, itt van ma mind, ez a boldogság, itt a boldogság. Vár a boldogságra! Köszönjük szépen a hangulat felelősöknek csodálatos dallamokat, és most engedjék meg nekem, hogy sok szeretettel felkérjem dr. Liszkai Tamás, plébániai kormányzó urat, ossza meg velünk ünnepi gondolatait a negyedik adventi gyertya meggyújtásának alkalmából. Sok szeretettel köszöntöm én is mindannyiukat itt a katolikus templom előtt, illetőleg a Betlehem mellett és az adventi koszorúnál. Hogy meggyújtjuk most a negyedik gyertyát, ezzel ennek a koszorúnak a küldetése véget is ér, és már holnap, ugye itt a Szenteste, mondhatjuk azt, hogy az advent véget ér. Mégis ugye a biblikus kifejezéssel talán méltóbb azt mondani, hogy betelik az ideje. Az advent számunkra a készülődés, és ez a készülődés gyakorlatilag abban nyeri el az értelmét, hogy elérkezik az ünnep. Kétségtelen, hogy advent nagyon sajátos időszak. Ha például Nagyböjthöz kapcsoljuk hozzá, vagy hasonlítjuk össze, akkor is érezzük, hogy ez az időszak mennyire hangulatos, mennyire izgalmas, mennyire jó benne készülődni. Hozzá tartozik meg annyi élmény, a vásárok, a fények, hogy minden vasárnap gyújtunk egy-egy gyertyát. Így tehát amikor elérkezik a karácsony, egy kicsit talán sajnálhatjuk azt, hogy eltelik ez az időszak, maga az advent, és ennek a hangulata is. De mondhatjuk úgy, hogy valami véget ér, és valami eltelik, vagy mondhatjuk úgy hívő emberként, hogy valami betelik, beteljesedik. Itt nem véget ér valami az adventben, hanem megvalósul, mert hiszen az advent a karácsonyért van. Egy gyermeknek a születését ünnepeljük karácsonykor, és egy gyermeket az édesanyja a méhében hordoz a születéséig. Nem véletlen nevezik ezt áldott állapotnak. Azért, mert egy kismama annyira boldogan hordozza a gyermekét és várja a születését. És kétségtelen, mikor a gyermek megszületik, akkor ez az áldott állapot véget ér, és mégsem sajnálja senki, mert hiszen a gyermek megszületett. Valahogy ennek a születésnek az értelme az, ami karácsonykor megjelenik, hogy valami nem véget ér, hanem valami teljessé válik. És ahogyan az evangéliumban is ezt olvassuk, hogy amikor beteltek Máriának a napjai, akkor világra szülte a gyermekét.
nem azt írja az evangélium, hogy valami véget ér, valami lejár, mint idő, hanem hogy beteljesedik maga az idő. És tulajdonképpen egy karácsony elérkezésében az ember a saját idejét is végigmérheti, vagy érezheti, hogy az életünk itt a Földön meg annyi adventtel és meg annyi karácsonnyal olyan szép, élményteljes tud lenni, de az ember, hogyha előre tekint, józanul, akkor látja, hogy egyszer lejár az idő. És mi mégis azt mondjuk, hogy a mi időnk, itt a földi időnk, mint egy betelik, beteljesedik, nem lejár. Vagyis mindaz, amit az Isten előkészít számunkra, és aminek annyi jelét adja ebben a történelemben, a világban, mint például a karácsony ünnepével, és egy gyermek születésével több mint 2000 évvel ezelőtt, ezzel pontosan azt mutatja, hogy lehet ez az élet annyira szép, annyira kellemes, annyira hangulatos, élményteli, mint egy advent, de amikor elérkezik a karácsony, akkor ne arra gondoljunk, hogy lejár az adventi idő, és hogy valami véget ér, hanem az, hogy betelik. És az ünnep az, ami átveszi a helyét. Úgyhogy amikor most meggyújtjuk a negyedik gyertyát, és ezzel teljessé válnak a fények ezen a koszorún, akkor tudjuk azt, hogy az adventi koszorút majd elbontjuk, holnap már nem lesz este jelentősége, viszont helyette itt vannak a feldíszített karácsonyfák, itt van a Betlehem, és itt van maga az ünnep. Úgyhogy ne sajnáljuk azt, hogy valami, ami az előkészületnek az ideje, beteljesedik, és véget ér. Mert helyette, amit kapunk, ezért volt ez az egész előkészületi idő. Efelé haladtunk, ez volt a cél. Én kívánok mindannyiuknak, a Szarvasi Római Katolikus Egyházközség nevében is áldott szép karácsonyi ünnepeket, boldog meghitt családi együttlétet, és hát nagyon-nagyon megköszönni még egyszer, hogy ilyen szép számban eljöttek most ide az adventi negyedik gyertya meggyújtására, amikor a havazás ugyan hangulatos, de azért a havas eső tud egy kicsit kellemetlen is lenni, és mégis valahol talán, hogy szentestét megelőzően esik a hó, ahogy polgármester úr is említette, azért egy kis ajándék. Fogadjuk így. Köszönöm szépen. Pásztorok, pásztorok, örvendezve, sietnek Jézushoz Betlehembe, köszöntést mondanak a kisdennek, kíváncságot hozott az embernek, angyalok szózata minket is hív. Értse meg ezt, tehát minden hű szív, a kisded Jézuskát mi is álljuk, mint a hipásztorok magasztaljuk. A kisded Jézuskát mi is álljuk, mint a hipásztorok magasztaljuk. Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sietve menvén lássátok, lássátok, Istennek fia, aki született jászolban, jászolban, ő lesz ennéktek üdvözítőtök valóban, valóban. Kis karácsony, nagy karácsony, kisült-e már a kalácsom, ha kisült már ide véle, hadd egyem meg melegébe. Jaj, de szép a karácsonyfa, ragyog rajta a sok gyertya, itt egy szép könyv, ott egy labda. Jaj, de szép a karácsonyfa, vége szálljon minden házra, kis családra, nagy családra, karácsonyfa, fenyő áll.